Kedves nézőink, a Szerencsi Híradót látják. Köszöntöm Önöket. Veres Réka vagyok. Az elkövetkezendő időszakban Szerencsváros önkormányzatának megbízásából a Globo Televízió készíti a város életéről szóló heti közéleti magazint, amely minden szombaton 17 órakor kerül adásba. Nézzük az elmúlt napok legfontosabb híreit Szerencsvárosából. Szerencsre érkezik a Richter Egészségváros. Átadták az adomány összeget Zójának és családjának. Elballagtak a Bocska és diákok. Szerencsre érkezik a Richter Egészségváros, ami során számos különböző vizsgálaton, előadáson és tanácsadáson vehetnek részt. Több kísérő program is az esemény részét képezi majd. Az eseményről egy sajtótájékoztató keretei között szóltak bővebben. A Richter gyógyszergyártó vállalat, az önkormányzat és a Szántói Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet közös sajtótájékoztató keretei között számolt be a május 25-én Szerencsén megrendezésre kerülő nagyszabású eseményről. A Rákóczi Vállalak termében került megrendezésre a sajtótájékoztató, amely során a Richter Egészségváros programsorozatról szóltak részletesebben, annak kísérő rendezvényeiről, technikai tudnivalóiról és céljairól. Először Nyíri Tibor, a város polgármestere köszöntötte a sajtó megjelent képviselőit. Példaértékűnek gondolja, hogy a Richter vállalat a saját bevételéből az egészség megőrzésére és a betegségek megelőzésére áldoz többek között az Egészségváros által, amellyel már számos város egészségügyi létesítményeit sikerült támogatniuk. Megtiszteltetésként élik meg, hogy ezúttal Szerencsét választották, mivel a vármegyében ez a harmadik helyszín, ahol megrendezik ezt az eseményt. A városvezető véleménye szerint a mai rohanó világban az emberek gyakran megfeledkeznek egészségük megóvásáról, így ez egy kiváló alkalom lesz arra, hogy részt vehessenek a különböző szűrővizsgálatokon, amelyeket a gyógyszergyártó vállalat kínál. A céljuk szerencsén, hogy egy új csontsűrűségmérő készüléket tudjanak beszerezni, ezért a városvezető arra búzik minden helyi és környékbeli lakost, hogy vegyenek részt a programokon, amelyekkel támogatni tudják a cél megvalósulását. Amellett, hogy a részvételükkel támogatni tudják az új eszköz beszerzését, tenni tudnak az egészségükért, miközben érdekes és szórakoztató programokon vehetnek részt. 2009 óta rendezi a Richter cég ezt az eseményt, és Borsod-Abolcs-Zemplén megyében előttünk két város volt. Tehát ez igazán megtisztelő, hogy harmadiként Szerencsén látogat el. Ez egy egészségnap, tehát egésznapos rendezvény lesz, ahol az egészségünk érdekében tehetünk valamit. Amellett könnyed is lesz, hiszen a színpadon szórakozást, előadót, showműsorokat is kínál a rendezvény. Most egy olyan műszert szeretnénk megvásárolni, aminek az értéke 15-15 millió forint felett van. Tehát ha a város összefog, egyrészt én visszakérdeztem, mikor a legelső találkozó volt a Richterrel, hogy jól értettem, még önök adnak kezdetként 3,5 millió forintot, idehoznak egy igen sok pénzbe belekerülő, mert hát itt az embereket fizetni kell, a ideutazást fizetni kell, technika kell hozzá, ez egy csomó pénzbe belekerül a Richter Gedeon cégnek, és még akkor kezdetként adnak 3,5 millió forintot. Megkérdeztem azt is, hogy melyik volt a város és a legtöbb, amit összetudtak gyűjteni azáltal, hogy elmentek nagyon sokan, az 22 millió forint volt, ha jól emlékszem, de marhára nem mindegy, hogy egy 40-50 ezres Egerről van szó, vagy egy szűk 9 ezres Szerencsről és környékéről, ezért tisztelettel várjuk a környező településeknek is a vendégeit, mert az az eszköz majd mindannyiunknak az egészségét fogja szolgálni, és legyünk büszkék arra is, hogy az egészségügyünk az egy jól felszerelt és egy jó szolgáltatást nyújtó intézmény. Tehát egy olyan alkalom lesz a Szerencs és Szerencs környéken érő embereknek, amivel én kérek mindenkit, hogy éljen. Ez egy nagyszabású valami lesz, közel 40 vizsgálat, vagy 40 féle szolgáltatás lesz, ami fantasztikus szám, én úgy gondolom, és a mellékprogramokkal együtt az meg kifejezetten a kiegészítőkkel nem csak vizsgálat van, mint egy orvosi rendelő, hanem egy könnyedebb, lazább fellépő az egyik színpadon, előadás a másik sátorba, ugye filmvetítés előzőleg, séta, és hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy tudunk összefogni ennek a műszernek az érdekében, hogy ne az legyen, hogy ezért ne menjetek el, hanem hogy az jöjjön vissza a városból, hogy ezért menjünk el.
Dr. Bobkó Géza, a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet igazgató főorvosa elmondta, hogy habár nap mint nap kapcsolatot tart találkozik gyógyszergyártó cégekkel, számára mégis meglepő volt, hogy a Richter ilyen nagyszabásúan támogatja a lakosságot és az egészségügyi intézményeket. A szakmai programokon túlmenően sokat hallhatnak majd a résztvevők az egészséges életmódról és az arra való nevelésről is. Több szakember, sportoló, orvos bevonásával történik majd az esemény, így széles skáláról választhatnak majd a résztvevők, hogy milyen programelemeket látogatnak meg. A részvételt mindenkinek ajánlja, hiszen élőben beszélhetnek hozzáértő orvosokkal, akik segítséget, eligazítást tudnak nyújtani már akár ott a helyszínen. Így nem csak a rendelőintézetnek tudnak segíteni az új eszköz beszerzéséhez, hanem mindenkinek érdeke származhat a programokon való részvételből. Gál Olasz Sarolta, a Richter Gedeon PR és kormányzati kapcsolatok osztályának csoportvezetője részletesebben ismertette az egészségváros programot és a szerencse megrendezésre kerülő eseményt. Fontosnak tartják, hogy olyan programokat indítsanak el, amelyek a társadalom számára hiánypótlóak. A Richter Egészségváros program sorozat részvevői már 100 helyszínen több ezer emberrel együtt összesen több mint 423 millió forintot gyűjtöttek az egészségügyi intézmények támogatására. Így a helyi lakosság saját egészségének elősegítése mellett összesen több mint 614 millió forint jutott az egészségügyi intézményeknek a Richter Gedeon alapadományon keresztül. A rendelőintézetnek 3,5 millió forint alapadományt ajánlottak fel, amelyet minden részvevő programelemenként újabb 500 forinttal tud növelni. Délután 17 órakor kerülnek majd összesítésre az elérpontok, és az összegyűjt adomány 17 óra 30-kor nyújtják majd át az intézmény számára. Május 25-én a lakosságnak lehetősége van számosszűrésen tanácsadáson részt venni, és azt gondoljuk, hogy a programnak az egyik pozitív jellemzője az, hogy nem szükséges előzetesen jelentkezni, hanem aki idejön az eseményre, azok már abszolút a szűréseken tanácsadásokon szabadon részt vehetnek, és azon túl, hogy ezt megteszik, azzal párhuzamosan pedig a helyi intézménynek gyűjtenek 500 forint virtuális adománypontokat. A résztvevők olyan szűrésekre és tanácsadásokra számíthatnak, mint például érszőpületvizsgálat, migrénszűrés és tanácsadás, fülorgégészeti vizsgálat, depresszió és szorongás tanácsadás, de számos más területet is érintenek majd a nap során. Elmondható, hogy a Rákóczi út és a Várkád teljes területén számtalan szűrés, vizsgálat, előadás és kísérő program várja majd az érdeklődőket, akik ezen napon tehetnek saját egészségükért és a rendelőintézet fejlesztésért egyaránt. Átadták Zójának és családjának a jótékonysági futás által összegyűjtött összeget. Több mint 13 millió forintot sikerült összegyűjteni Zója kezelésének költségére. A család meghatódottan mondott köszönetet a hetekig, hónapokig elhúzódó lelkes támogatásért, amely mondhatni az egész országot megmozgatta, de még a határokon is átívelt. Hivatalos keretek között adták át Hegedű Zójának és családjának azt az adományösszeget, amelyet az 5. Szuperszum jótékonysági futás alatt gyűjtöttek össze. Bernasconi Bush Katalin, a Szuperszum közhasznú alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, amely során elhangzott, hogy pozitív tapasztalatok tükrözik ezt a rendezvényt. Ismét összefogtak idén Szerencsváros önkormányzatával, a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtárral, a Miskolci Szerencsi és Encsi Tűzoltó Parancsnoksággal, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatósággal karöltve szervezték meg a jótékonysági futást egy pici lány Zója támogatására. Elmondása szerint az összefogás és a közösség ereje lenyűgöző, ugyanis csodálatos látni, hogy ennyien részt vettek Zója támogatásában. Ebbe a Szuperszum közhasznú alapítvány nevében is hálás köszönetét fejezte ki minden résztvevőnek, mindazon intézményeknek, cégeknek, személyeknek, akik bármilyen formában hozzájárultak az adománygyűjtés lebonyolításához, és segítettek elérni a céljukat. Biztos benne, hogy a közösség támogatása sokat jelent Zójának és családjának ebben a nehéz időszakban. Nekünk is egy hatalmas meglepetés, hogy egy ekkora összeget sikerült összegyűjteni. Több lehetőséget próbáltunk összehozni egy ekkora összeg gyűjtésénél. Kezdtünk 94 sporterek licitáltatásával, amit magyarországi sportklubok válogatottak, dedikáltak nekünk. Volt benne mez, cipő, labda, ütők, ezeket több mint 3 millió forintért sikerült egyszerre meglicitáltatni, ilyen még Magyarországon nem volt. A Hegedűs István bajtársa Németi Gergő, aki Mezőcsáton őrsparancsnok, ő 100 kilométert gyalogolt Kassáról egy éjszaka alatt Miskolcra. Ő neki a kilométerei tulajdonképpen 1 millió forintot értek, amit Miskolc város önkormányzata kiegészített ugye 250 000 forinttal, mert hozzánk a gyűjtésbe 750 000 forint jött össze.
Valamint ugye szerencsém volt a nagyszabású futásunk ugye áprilisban, ahol több mint 1500 fő vett részt, és ott több mint 4.280.000 forintot gyűjtöttünk a Persejben, valamint az ország több pontján, több tűzoltóparancsnokság összefogásával több helyen egyszerre futást tartottak velünk, és ott is a Persejekből az összegyűjt összeget ugye átutalták, vagy elküldték nekünk. Tehát tényleg egy egész ország megmozdult, valamint ugye itt a Felvidéken is a tűzoltók ugye Kassa mellől nagyon-nagyon-nagyon szép összefogás keretén belül pénzt is adományoztak, valamint ők részt is vettek ugye a futáson, tehát nagy számban jöttek el a szerencsi rendezvényre. Tulajdonképpen ez nekünk még mindig hihetetlen, tehát még mindig próbáljuk felfogni és feldolgozni, hogy 60 nap alatt egy ekkora összeget sikerült összegyűjteni. Ez nagyon-nagyon nagy részben köszönhető Szerencs városának is, és az ott lakó embereknek, akik hihetetlen összefogással támogatták Zsanettet és Istvánt, valamint ugye a három pici gyereket. Voltunk már több helyen futni, nekünk ez az ötödik futásunk volt. Tényleg mindenhol mindenki nagyon-nagyon-nagyon szívesen támogatja a kezdeményezésünket, de Szerencs annyira családias és annyira összefogó város, hogy nekünk ez valami fantasztikus volt. Én szívesen visszamegyek Szerencsre bármilyen rendezvényre, mert én nagyon-nagyon-nagyon pozitív tapasztalatokat szereztem ott. Az alapítvány kuratóriumi elnöke átadta a szót Szerencs polgármesterének, Nyíri Tibornak, aki Neil Armstrong híres mondását idézte, kis lépés az embernek, nagy lépés az emberiségnek. Tapasztalatai szerint a mai világból a segítségnyújtás előzni látszik, ezért fontosnak tartja, hogy az emberek segítsenek másoknak, ha tudnak. A városvezető véleménye szerint, amikor elveszni látszik az emberi értékek, kiderül, hogy ha baj van, akkor összefogással nagyon messzire lehet eljutni. Pozitív meglátása van arról, hogy ha az emberiségre ez lesz jellemző a jövőben, akkor túléli az összes katasztrófákat, a háborút, az ökológiai válságot és bármilyen felmerülő problémát. Ehhez szolidaritás kell, együttérzés és összefogás. Végül köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki megjelent vagy bármilyen formában hozzájárult a gyűjtéshez. Két szervezet több mint egy. Szerencsváros napjára mi évek óta szervezünk futóversenyt. Amikor megkeresett a Superzoom alapítvány, hogy Zójáért kellene egy futást, rögtön én magam ajánlottam, hogy egyesítsük a kettőt. Ugyanis akkor az ő általuk mozgósított tűzoltóvonal és a mi általunk mozgósított város és város környéke egyesül. Ezt igazolta a végeredmény, soha nem volt 1500 résztvevő, és ezredes úrnak javasoltam, hogy gondoljuk végig, hogy hogyan lehet ezt überelni jövőre, mert azzal egy olyan nehéz sorsú vagy beteg gyermeken tudunk segíteni, akinek ez valami őrült nagy segítség. Természetesen a másik nagy hozadéka, hogy egyetlen egy ember, egyetlen szervezet, egyetlen momentum nem volt, hogy azt kereste volna, hogy miért nem lehet meg, hogy nem lehet megcsinálni. Mindenki azt kereste, hogy hogyan lehet segíteni, hogyan lehet a maga révén hozzájárulni, hogy jó riportot csináljon, hogy jól szervezze, hogy a rendőr jól biztosítson, hogy a polgárőr jól hátáljon, nem sorolom tovább. Rengeteg embernek a háttérmunkája kellett, és visszatérek oda, hogy már ebben volt gyakorlat, tehát hozták a gyakorlatot. Sok minden hozzájárult a sikerhez, de a legnagyobb siker az, ha meggyógyul a gyerek. Apróságnak tűnő a kívülállónak, de ez az üzenet átment. Tehát nem csak az egészségmegőrzés és jó idő és jó szervezés és együtt vagyunk, hanem az, hogy segítsünk egy gyereken. Ez, ami a mai világban elveszni látszik. Ennek az üzenete megerősítve az ember szívébe, lelkébe a legfontosabb üzenet manapság, sokkal fontosabb, mint egy futóverseny. A maga nemébe az is marha fontos, de az, hogy emberek legyünk szolidárisak és segítsünk, ennek a megerősítése, ez én úgy gondolom, hogy minden megért. Mindenkinek. Szerencsén 4 millió forint a rajtpénz körül volt, és számtalan olyan segítő volt. Sok szerencsét hallottam, aki licitált, de én magam is több százezer forintot, vagy tudok másról is, aki ajánlott föl a saját adózott jövedelméből, nem a városéból. Ami a várost illette, azt hozzátettük a költségvetésből, ami a szervezésnek a költsége volt. Mindezek után az encsi tűzoltók parancsnok is megköszönte a tűzoltók összefogását, és megkérte a felsorakozott tűzoltókat, hogy a pólójukra felírt összekevert számokkal álljanak be az összegyűjtött összeg számainak megfelelő sorrendjébe,
Majd Zolja bátyja a Harry Potter filmsorozat egyik ismert jelenetét imitálva sorrendbe állította a tűzoltókat az összegyűjtött összeg alapján. 13.285.000 forintot sikerült összesen összegyűjteni Zolja kezelésének költségére. Az összeg felfedését követően a család meghatódottan mondott köszönetet a hetekig, hónapokig elhúzódó lelkes támogatásért, amely mondhatni az egész országot megmozgatta, de még a határokon is átívelt. Számukra elmondhatatlan érzés volt végigkövetni ezt a folyamatot, amelynek hála új lehetőségekkel gyarapodtak. Hihetetlen számunkra, hogy ennyi jó ember van a világon, akik... Nek fontos egy kicsi egészsége. Folyamatban van Zolyának egy saját alapítvány. Ezt a pénzt majd úgy kértük, hogy arra a számlaszámra utalják neki, és akkor ezt csak kimondottan az ő kezeléseire fogjuk, a gyógyszerekre, fejlesztésre, bejárásra. Nagyon jó érzés volt, teljes pozitivitással töltött fel minket az, hogy ismeretlenek, ismerősök, vagy akikkel akár évek óta nem beszéltél, megkeresnek, és ha csak egy jó szóval is, de nagyon sok pozitivitást adnak. Többen kapcsolódtak be a jótékonysági futásba, plusz önkéntes tevékenységeket vállalva. Németi Gergő, tűzoltó százados, a mezőcsáti katasztrófavédelmi őrsparancsnoka barátjával együtt április 11-én indult el Kassától Miskolcig, amely megtett kilométereket szintén pénzé váltották, és adományformájában ezáltal hozzájárultak a jótékonysági kezdeményezéshez. Én Hegedűs Istvánt, az Encsi Tűzoltóság B csoportjának a szolgálat parancsnokát korábbi évekről ismerem ilyen tűzoltós focikról, és nagyon jó kapcsolatot ápoltunk, tehát nagyon szimpatikus volt mindig, jókat tudtunk beszélgetni. És amikor én hallottam erről, hogy indul egy gyűjtés az ő kislányukért, a harmadik gyermekükért, Zolyáért, akkor úgy gondoltam, hogy valamilyen módon én is szeretnék rajtuk segíteni, és azért azt találtuk ki, hogy elsétálunk Kassáról Miskolcra, ami nagyjából egy 100 kilométer, és a célunk az volt az elején, hogy legalább 100.000 forintot ezzel össze tudjunk gyűjteni, ezzel is a részükre. Amikor beértünk az avasi kilátóba, ugye ott volt a cél, a Kassai vasútállomásról indultunk és beértünk az avasi kilátóba, akkor átadtak nekem egy plakettet a Superzum közhasznú alapítvány, hogy mennyi volt a cél, aztán meg kellett fordulnom, azt átírták, akkor 750.000 forint volt, és ezt ott Miskolc város alpolgármestere még az önkormányzat nevében kiegészítette 1 millió forintra, szóval 1 millió forint volt az összegyűjtött összeg. A jótékonysági futásként induló esemény végül számos rendezvényre és kezdeményezésre nőtte ki magát a Mezlicittől kezdve, hangversenyen át más városokban megtartott gyűjtésekig több ezre mozgósították magukat. Az összegyűjtött összeg eljutott a családhoz, akik ezáltal minden szükséges gyógykezeléshez esélyt kaptak Zolya számára. Már hagyománynak számít a végzős ballagás előtt a bolond ballagás, amire idén is készültek a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum végzős diákjai május 2-án. A bolond ballagás során a végzős diákok egy kötetlenebb, szabadabb és egyben szórakoztató formában mondanak búcsút egymásnak, tanáraiknak és iskolájuknak. A színes és vidám jelmezek mellett minden osztály készült egy zenés-táncos produkcióval, amit először az intézmény aulájában mutattak be tanáraiknak és diáktársaiknak. A 4 végzős osztály jelmezei között olyan eredeti ötletek is megjelentek, mint a 100 holdas bagony állatai, kóbolyok és indiánok, valamint Mr. Bean is. A lényeg ezeknek a maskaráknak, hogy minél kreatívabbak, de ugyanekkor mégis szórakoztatóak legyenek, amire évek múlva is örömmel tudnak visszaemlékezni. Az intézményen belül tartott produkciók után az utcán felvonulva folytatták útjukat. Az első állomásuk a Bolyai János Katolikus Általános Iskola udvara volt, ahol szintén bemutatták vidám produkciójukat. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, do the boogie, just wiggle and dance, like the roof on fire.
We gon' drink, drink, and take shots until we fall out. Make a roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, tell her, come, baby, 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 I'm on fire. I tell her, baby, 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 I'm on fire. Majd ezt követően a város több részén megállva megtáncoltatták a nézőket is. Minden állomáson töretlen lelkesedéssel adták elő humoros műsorukat a végzősök. A felvonulás vidám hangulatban telt, hiszen ez a hagyomány egy utolsó együttlétre biztosít lehetőséget a végzős osztályoknak az intézménytől történő tényleges búcsújuk előtt, valamint maradandó emlékkel gazdagítja őket a gimnáziumi éveikről. Sokaknak ez egyben búcsú szerencstől is, hiszen útjukat máshol folytatják, vagy csak a gimnázium miatt kerültek a városba. A ballagás hivatalos kereterén kívül ez a tradíció biztosítja azt, hogy még utoljára nevetve egy közösségként mulathassák el az időt az elválás pillanatai előtt. Ballagást tartottak a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikumban május 4-én, amely során 4 végzős osztály búcsúztattak el. A ballagó diákok zongora kíséretre és énekelve vonultak végig az intézmény folyosóin. Végül minden osztály elfoglalta a helyét az ünnepség idejére. Takács Viktória és Stefán Luca 11. A osztályos tanulók köszöntötték a meghívott vendégeket és a megjelent hozzátartozókat, a továbbiakban pedig ők ismertették a ballagás menetét. A diákévektől és a társaiktól Nagy Duca és Konyári Vivien 12. H osztályos tanulók, illetve Morvai Balázs Ös 12. A osztályos diák vette búcsút Bódás János Ki van jelölve a helyet című versének szavalatával. Nem csak búcsúzás ez az esemény, hanem ünnep is egyben, amiről Plaszkó Kamilla és Mezősi Ákos énekelt Zorán ünnep című számát előadva. Az intézmény igazgatója Gasperni Tilman Edidan szól búcsúzóul a ballagókhoz. Beszédének elején elmondta, hogy azért gyűltek össze, hogy ünnepeljék a ballagókat, és büszkék legyenek a 89 tanulóra, akik most búcsút vesznek. Úgy gondolja, hogy az iskola egy olyan intézmény, amelynek a falai között a jövőt találhatják meg. Kitért az időtállésének gyorsaságára, a gyermekévek elmúlására. A felsorakozott diákokra nézve büszkén hangsúlyozta, hogy olyan kész fiatal hölgyek és urak állnak ott, akik üdék, mosolygósak, szépek és tele vannak tervekkel és elképzelésekkel. Beiratkozáskor még bizonytalanok voltak és ijedtek az új rájuk váló kalandtól, de az évek során összetartó közösségé kovácsolódtak. Tanáraiknak, hitoktatóiknak köszönhetően gyarapodtak nem csak tudásban, hanem lélekben is. Az eltelt évek alatt olyan kitörölhetetlen emlékeket szereztek, amelyek egész életükben elkísérik őket. Felkérte Szarvas Péter atyát, hogy tolmácsolja az Egri Főegyház megye főpásztorának, Telnyák Csabának az üzenetét. Köszönetét fejezte ki a szülőknek, amiért bizalommal fordultak a katolikus egyházhoz gyermekei beiratásával az Egri Főegyházmegye által működtetett intézménybe. Áldását küldte az elballagó diákokra és az őket évekig oktató tanárokra. Ezt követően dr. Kondzs Zsófia országgyűlési képviselő, miniszterhelyettes és az intézmény volt diákja köszöntötte a diákokat és a megjelent hozzátartozókat. Kiemelte, hogy ha bár több mint 15 éve ballagott el az intézményből, ezek az évek egész életére elkísérik. A diákoknak szánt gondolatai között elhangzott, hogy számukra is mindig meghatározóak lesznek az iskola falai között eltöltött évek, amire mindig örömmel gondolhatnak vissza. Az idő habár elrepül, de bármikor, amikor találkoznak volt tanáraikkal, osztálytársaikkal, felidézhetik majd az együtt eltöltött diákéveket. Azt kívánta a ballagóknak, hogy ezekből az évekből egész életükben tudjanak erőt meríteni, és minden elképzelésük valóra tudjon válni. Fontosnak tartja, hogy sikereiknél gondoljanak tanáraikra, akik segítették őket útjuk során és céljaik elérése közben.
A közelmúltban találkozott Karikó Katalina az ország első női Nobel-díjasával, akit meghívott arra, hogy írjon alá egy könyvet, amely annak a diáknak szánt, aki a Kiss a Thiel alapítvány díjában részesül. Ezt az elismerést minden évben az iskola legsikeresebb végzős diákja nyeri el, aki ebben az évben Morvai Balázs Őrs volt, aki átvehette a díjat és a Karikó Katalin által aláírt kötetet. A folytatásban Paksi Dorina 12. A és Kis Gitta Barbara 12. B osztályos tanulók a kavargó érzésekről, új utakról és lehetőségekről adtak elő egy szavalatot, amelynek címe Bartók Eszter búcsúdal. Minden évben visszatérő szokás, hogy a 11. évfolyam képviseletében egy diák elköszön a végzős tanulóktól. Ezúttal Szakározi továbbította az évfolyam üzenetét, miszerint ha bár most lezárul életük egy szakasza, de egy új reményteli út kezdődik a ballagók számára. A pozitív és negatív érzések váltják ilyenkor egymást, de az örömökre helyezve a hangsúlyt úgy gondolják, hogy a végzősökre most reményteli újdonságok várnak a nagybetűs életben. Válaszul az iskolától, a tanároktól és a még maradó diákoktól Takács Jászmin köszönt el a 12. évfolyam nevében. Nehéz feladatnak tartotta, hogy szavakba foglalja azokat a gondolatokat, amik most a ballagok fejében megfordulnak. Most tudatosul bennük igazán, hogy utoljára állnak az erre az alkalomra virágba borult aulában a Bocskai diákként. 9. az online oktatás nehezítette mindennapjaikat, de az évek alatt igazi közösségé tudtak formálódni. A ballagás fontos jelképe a zászló, amelyet a végzős diákok adnak át a 11. évfolyam számára az elkövetkezendő évre. Minden ballagó osztály kiválasztotta a saját jelmondatát, amely üzeneteket emlékszalaként kötöttek fel a zászlóra. A kiválasztott jelmondatok a reményteli jövőt, a kihelyezett célok elérését és a tanulás fontosságát idézték. Az örömteli esemény a díjak és jutalmak kiosztásával folytatódott. Az Egri Főegyházmegye által értse ki elismerésben részesült 4 diák, Fazekas Bence, Aurél, Géci, Dili, Marsi, Benjamin és Sarudi Kristóf. Az intézmény az elmúlt tanévben választotta meg védőszentjének Asszisi Szent Ferencet, akiről nevét kapta a Szent Ferenc díj. Ezt az elismerést idén adják át másodjára azoknak a diákoknak, akik életpéldájukat tesznek tanúságot kitartásukról és istenhitikről. Idén 3 tanuló kapta meg ezt a díjat. Az iskola alapítványa minden évben támogatja a legkiemelkedőbb tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulókat, akik emlékplakettben és pénzjutalomban részesülnek. 15 diák részesülhetett ebben a jutalomban, akik eredményeikkel kiérdemelték annak elnyerését. Az elmúlt év végén az iskolának búcsút kellett mondani a Magda Gábortól, az intézmény egyik oktatójától. Emlékére létrehoztak egy díjat azon diákok számára, akik az ő példáját követve óvják a természetet és odafigyelnek annak megóvására mindennapjaik során. Ezt a díjat Kőrösi Kristóf Zsolt 12. H-osztályos tanuló vehette át. Minden évben átadják a Braun Istvánné díjat, amelyet dr. Árvai László, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke adott át a tanulóknak. Hagyományszerűen ezúttal is átadták a dr. Osvaj György emlékdíjat, amelyet dr. Osvaj Bernadett, a Szerencsi Mezőgazdasági ZRT igazgatóságának tagja adott át Takács Jászmin tiarának. A Kúcsalanyi Alapítvány díját minden évben azon diákok kapják meg, akik egyformán kiemelkedően teljesítettek tanulmányaikban és a sport területén egyaránt. Végül minden osztályban könyvjutalmakat és okleveleket osztottak ki a diákok között, akik közösségi munkájukkal, versenyeredményeikkel és tanulmányi sikereikkel kiérdemelték azt. A jutalmak kiosztása után először a 4 osztály osztályfőnökeit köszöntötték virágokkal, majd a szülői közösség aktív tagjait, akik az évek alatt segítették a diákok és az iskola munkáját. Az ünnepség zárásaként egy közös dallal búcsúztak el a 12. évfolyamos tanulók az iskolától. Végül a diákok egy utolsó kört tettek az intézmény körül, amelynek udvarán hozzátartozóik virággal köszönhették a ballagókat. Tisztelt nézőink! Műsorunkat megtekinthetik az interneten is a Globo Televízió YouTube csatornáján, az applikációnkban és a közösségi oldalunkon. Észrevételeiket, javaslataikat az infokukac@globotv.hu e-mail címre várjuk. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss híradóval legközelebb jövő héten, szombaton 17 órakor várjuk Önöket. Nézzenek minket továbbra is. Viszontlátásra!